Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendhagyó irodalom órán, amelynek témája a homéroszi eposzok lesznek. Nagyon nagy ritkaság a világirodalom történetében, hogy mindjárt egy tökéletes műalkotással kezdődjön egy irodalom. Márpedig a görögöknél ez a helyzet, ahogy ezt Cervantal is megállapította a Világirodalom története című remek művében, amit mindenkinek ajánlok elolvasni, aki érettségire készül, hogy a görög irodalom abban a szerencsés helyzetben van, hogy mindjárt egy tökéletes műalkotással, sőt nem is egyel, hanem kettővel kezdődik, ez pedig az Iliász és Odüsszel. Ha megkérdeznénk valakit, hogy miről szólnak a homéroszi eposzok, akkor valószínűleg azt válaszolná, hogy a trójai háborúról. De ez csak részben igaz, hiszen az Iliász című eposz, ami biztosan korábban keletkezett, mint az Odüsszea, az nem önmagában a trójai háborúról szól, annak mind a 10 évéről, hanem mindössze egyetlen epizódjáról, egy nagyon rövid ideig, mindössze néhány hétig tartó epizódjáról szól, amely Achilleusnak, a legnagyobb görög hősnek a duzzogásával kezdődik. Miért vonult el Achilleus a sátrába? Térjünk azonban vissza Trójára egy picikét, és talán többen tudják közületek, hogy ezt a várost, Tróját, ezt Kis-Ázsiában, a mai Törökország nyugati részén kell keresni. A modern régészet már eléggé jól feltárta, de hogy ennek a Trójának a feltárása, a régészeti kutatása az Heinrich Schliemannnal kezdődött el, aki ráadásul a feleségét is odavitte a feltárásokhoz, és amikor megtalált egy nagy-nagy kincset, amit ő Priamosznak, a legendás trójai király kincsének hitt, akkor szépen ráakasztotta ezeket a gyönyörű ékszereket Sophia Schliemannnak a ruhájára, és itt ezen a képen is lehet látni, hogy Priamosz ékszereibe öltöztette őt, a feleségét. Azt hiszem, hogy sokan szívesen cserélnének vele. Tehát Schliemann, aki az 1880-as években feltárja Tróját, ő nem foglalkozik az eposzokkal, és itt csak azt szeretném mondani, hogy az eposzok világa, az irodalom és a régészet az megint egy más kérdés, de a görögök számára, az ókori görögök számára soha egyetlen percig nem volt kérdés az, hogy Homérosz, akinek a képét itt láthatjátok, ez egy archaikus, tehát régies stílusban feldolgozott portré, amelyet ma Berlinben láthatunk. Nem volt soha kérdés számukra tehát, hogy Homérosz a legnagyobb. Örök időkre a legnagyobb, és ezért is nevezték őt Alfának, ami a görög ABC-nek az első betűje, tehát hogy ő egy soha meg nem haladható életművet hagyott hátra. Jobb oldalt láthattok egy másik domborművet, amely már a hellenisztikus korban készült, jó pár száz évvel Homérosz után, és ez mutatja azt, hogy mennyire nagyra becsülték Homéroszt a görögök, tehát hogy apoteózisban, megistenülésben is részesítették őt. És gyorsan nézzük ezt a két eposzt, amelyről már mondtam, hogy az Iliász az korábbi, az Odüsszea pedig jóval későbbi. A kutatók azt mondják, hogy az Iliász a Krisztus előtti 8. század elejéről való, az Odüsszea pedig a Krisztus előtti 8. század végén készült. Ha nagy általánosságban nézzük, akkor valóban a Trójáért vívott háborúnak, tehát néhány hetes epizódját látjuk az Iliászban, az Odüsszeában viszont, amit látunk, az Odüsszeusznak a hazatérés története. Ez is szintén sokkal hosszabb ideig tart, itt is epizódokra bontja a cselekményt Homérosz. Azt is tudjuk, hogy az Iliász az Kis-Ázsiában született, tehát a mai Törökországnak a területén, az Odüsszea pedig valahol az égei-tengeri szigeteken, ahol egyébként a görög hagyomány Homérosznak a halálát is elhelyezi, Iosz szigetére helyezi Homérosznak a halálát. Nagy különbségek vannak az Iliász és Odüsszea között, amelyek részben abból fakadnak, hogy egy körülbelül fél évszázados különbség van a két mű keletkezése között, és például az a különbség, hogy az míg az Iliászban több hérosz szerepel, addig az Odüsszeában csak egy. Kik ezek a hérószok? Ezek a hérószok a görög mitológiának nagyon fontos szereplői, ezek félig isteni származású és félig emberi származású hősök, akik hát valami fajta emberfeletti képességekkel bírnak, ma azt mondanánk, hogy ilyen szupermenek ezek a hérószok. Most azonban a mai alkalommal csak az Odüsszeával szeretnék foglalkozni részletesebben, illetve az Odüsszeának néhány epizódjával, a fajákok és a küklopszok epizódjával. A görög
történelemben nagyon fontos szerepet játszott tehát Homérosz és a két homéroszi eposz, és nagyon szerették a görögök feldolgozni ezt akár a képzőművészetükben is, például ezekben a híres vázaképeken, mint amit itt látunk, ezen a képen egy 5. századi vörös alakos vázát láthatunk, Odüsszeusz és a szirének epizódjával, amikor Odüsszeusz oda kötözteti magát az árbóchoz, hogy a sziréneknek a gyönyörű énekét végig hallgassa, és utána mégse kelljen meghalnia, mert az volt a legenda, hogy aki ezeket a énekszámokat, ezeket a zeneszámokat meghallgatja, annak meg kell halnia. Ugyancsak nagyon érzékletesen festik le egy fekete alakos vázán, ahogy Odüsszeuszék menekülnek a Küklopsz barlangjából, majd erről mindjárt részletesebben is fogok szólni. Vagy itt van Odüsszeusz és Kirké története, akinél hosszabb időt is tölt Odüsszeusz, és végül szeretném megmutatni nektek ezen a térképen Odüsszeusz bolyongásának az útját, legalábbis ahogy ezt a mai történészek és régészek gondolják, tehát Trója alól kiindulva szeretett volna hazatérni Itakába. Odüsszeusz ugyanis Itaka királya volt, de ez a hazatérés bizony elég kacifántosra sikeredett, mivel 10 éven keresztül bolyongott, miután megsértette Poszeidont, a tengeristenét, aki hátráltatta az ő hazatérését. Tehát láthatjátok, hogy Trójából elindulván megérkezik a Lótuszevők szigetére, aztán pedig, amelyet a hagyománya mai Afrika partjainál tart számon, aztán megérkezik Itáliába, ahol zajlódik a Kirké, a Küklopszok és a Szirének története, aztán a Kalipszó nímfához érkezik, amely mai Málta szigetére, körülbelül arra lokalizálják, és végül a Fajákok szigetének a története, amelyről mindjárt beszélek részletesebben, az már a külső óceánban, az Atlanti óceánban zajlódik le, és onnan tér haza végül is hosszú-hosszú bolyongás után Itakába Odüsszeusz. Magát az Odüsszeát, amely 24 énekre oszlik, és több mint 20 000 sorból áll, azt 3 jól elkülöníthető részre oszthatjuk. Az egyik résznek az az elnevezése, hogy Nosztosz. Görögül a Nosztosz az hazatérést jelent, tehát ez magának Odüsszeusznak a bolyongását jelenti, ez a Nosztosz rész, a hazatérés rész. Aztán van egy rész, amelynek az a neve, hogy Télemákosz utazása. Ez a Télemákosz Odüsszeusznak a fia volt, aki Itaka szigetén lakott, és elindult a fiatal felnőtt korában az apja keresésére, és ő szintén egy nagyon hosszas utazást tesz Odüsszeusz nyomában. A harmadik rész pedig a kérők története, ugyanis mialatt Odüsszeusz távol van az otthonától, a királyi palotában, ahol ott ül természetesen Pénelopé, a hűséges felesége, aki várja haza férje urát, ezt a Pénelopét szinte ostromolják a kérők, akik szeretnék, és úgy hiszik, hogy Odüsszeusz mivel meghalt, és felszabadult a házasság köteléke alól Pénelopé, szeretnék megszerezni Odüsszeusznak a királyságát, és természetesen ennek a záloga az Pénelopé keze. Pénelopé azonban egy nagyon rafinált és ravasz cselt talál ki, azt, hogy azt mondja a kérőknek, hogy majd akkor fogok valamelyikőtökkel házasságra lépni, amikor befejezem azt annak a szőnyegnek a szövését, amit ő minden éjszaka visszabont. Tehát napközben szövi, éjszaka pedig visszabontja azt, amit az előző napon szőtt meg. Pénelopé egyébként a hűséges feleségnek a mintaképe is a görögöknél. Odüsszeusz történetét nem sorrendben beszéli el Homérosz, vagy a homéroszi költő. Az ókorban sokan kétségbe vonták, hogy létezette egyáltalán Homérosz nevű költő, hanem ezeket az epizódokat úgynevezett átképzeléses vagy retrospektív előadásban látjuk, ami egy nagyon modern elbeszélés technika Homérosz részéről, vagy a homéroszi költő részéről. Az történik, hogy Odüsszeusz megérkezik a Fajákok szigetére, tehát ott kint az Atlanti óceánban, ahol az előbb a térképen láttátok, ott találkozik Alkinósz királlyal, és az ő kérésére beszéli el az utazásának a történetét. Ilyen módon tehát egy visszatekintésben, retrospektív módon találkozunk az epizódokkal, különféle epizódokkal. Ami engem most ebben az előadásban különösen foglalkoztat, és amit szeretnék elmondani nektek, az a Fajákok szigetével kapcsolatos. Milyen sziget is ez, ahova
Odysseus elvetődik. Persze tudom, hogy sokan azt mondanák, hogy hát az összes sziget, a lótuszevőktől kezdve a Kirkén keresztül, ezek kitalált és elképzelt helyek, ez valóban igaz is lehet. De van azonban egy olyan hely, ami ezeken belül is, a kitalált helyeken belül is rendkívül izgalmas. Azért izgalmas, mert a homéroszi költő kitalál itt egy olyan helyet, amelynek ugyan van neve, az a neve, hogy Szkeria szigete. Ez a hely azonban a görögök számára egy álomvilágot testesít meg. Majdnem azt mondtam, hogy a görögök számára olyan ez, mint egy édenkert, vagy egy távoli utópia. Az utópia szóra egy picikét térjünk ki, ez maga is görög kifejezés. Az ú azt jelenti, hogy nem görögül, a toposz pedig azt jelenti, hogy hely, tehát olyan hely, ami nem létezik. De ez az utópia a 16. századtól kezdve az európai irodalomban olyan elképzelt helyeket jelent, amelyekben egyfajta tökéletes társadalmat próbálnak nekünk az írók és a költők lefesteni. A világ egyik legelső utópiája az a Szkeria szigete, vagyis a fajákok szigete Homérosznál. És akkor lássuk, hogy milyen is egy elképzelt, ideális görög állam. A sziget ugye azért nagyon fontos, mert hát a görögök maguk is rengeteg szigeten élnek. Viszonylag jól védhető a sziget egyébként, mert messziről lehet látni, hogy a támadók érkeznek a szigetre. De sokkal fontosabb ennél magának a városállamnak a berendezkedése. Először is az, hogy városállamban élnek. Ennek a városállamnak azonban egy kiváló királya van, úgy hívják, hogy Alkinosz, egy nagyon bölcs uralkodó, feleségének a neve árulkodó név, Areté, annyit jelent, hogy erény. A lánya pedig Nausiká, szintén egy nagyon tisztességes és kiváló hölgy. A fővárosukat hatalmas ércbástyák szegélyezik, ami azt mutatja, hogy azért ők védelemre igencsak berendezkedtek. Tudnik, Homérosz azt mondja, hogy ők eredetileg nem itt laktak, Szkeria szigetén, hanem sokkal beljebb a földközi tengeren, de a küklopszok, akikre mindjárt ki fogok térni, ezek elűzték őket az eredeti lakóhelyükről. Megtudjuk azt a fajákokról, hogy tisztelik az isteneket. A görögök számára ez is rendkívül fontos, a görögök sok istent tiszteltek, és ezek közül például a Neptunus, vagy bocsánat, ez latin kifejezés volt, Poseidonnak kell görögül mondani, a tengerek istenét, ő az, aki az ő tiszteletük középpontjában áll. Tehát a fővárosukban ott van a Poseidonnak a temploma is. Nagyon jellemző az, hogy a férfiak itt, Szkeria szigetén szeretik a versengést. Ez a versengés, amit görögül agónnak neveznek, ez a görög férfiak életének a középpontjában állt. Igazából a görögök éjjel-nappal versengtek. Mindenben, mindenből versenyt csináltak. Természetesen leginkább a sportokban versenyeztek egymással, futásban, gerelyhajításban, diszkoszvetésben, birkózásban. Ez a négy sport, amit a fajákok is űztek, és itt olvasunk egy nagyon érdekes történetet, amiből egy rövid részletet szeretnék felolvasni nektek. Tudnék, az Alkinosz király kérésére a faják férfiak elkezdenek versenyezni ezekben a bizonyos sportszámokban, és kérik Odysseust, hogy hát gyere, te is versenyezél velünk. De Odysseus próbál kitérni, és mondja, hogy hát én nagyon fáradt vagyok, szeretnék már végre hazamenni, szeretnék elindulni, most igazán nincs kedvem versenyezni. És addig-addig provokálják őt, amíg végül is rááll, és azt mondja, hogy na jó, akkor adjatok ide egy diszkoszt. Tudjátok, hogy a diszkosz az egy bronz tányér volt igazából, körülbelül ekkora, és ezt így megpörögve, úgy, ahogy most is a diszkoszhajítók teszik ezt az olimpiákon, tehát önmaguk körül megpördülve elhajították. És akkor Odysseus, most idézem Homéroszt, szólt, sköpenyét lesevetve fölugrott, fogta a vastag diszkoszt, mely nehezebb, hasasabb volt, mint aminőkkel eddig a faják férfiak ott versenyt hajítottak, tehát nem egy ilyen lapos kis tányér, hanem jó vastag diszkosz volt. Jól megpörgetvén izmos keze elhajította, zúgva röpült az a kő, lehajoltak a földre az összes fajákok, tehát nem fölfelé dobta, hanem úgy látszik ott a fejük magasságában. Hosszú evezős, nagyhírű hajós nép még suhogott, s az a többi jelen túlszállt, tehát a jeleken, amiket felfestettek előre, túlszállt, a kezéből könnyeden elszabadulva, s az útját mérte Athéné, vagyis majdnem azt mondanám, hogy ültő helyéből Odysseus messzebbre hajította a nagyobb méretű diszkoszt, mint amivel a faják férfiak versenyeztek, mint amit ők egyébként a normál diszkosszal tudtak volna dobni.
Természetesen ezután már senki nem akarta Odüsszeuszt párbajra kihívni, megelégedtek ezzel a dobással, és Alkinoosz is szépen elköszönt Odüsszeusztól. Azt még nem mondtam a fajákokról, hogy nem szeretik az idegeneket, nem kereskednek, tehát egy olyan autarkiában élő közösségről van szó, akik meg tudnak maguk számára mindent termelni. Az, hogy nem szeretik az idegeneket, ez is azért jellemző, azt hiszem, a ókori görög világra. Nem szeretnek keveredni idegenekkel a görögök. Ami ennél is sokkal fontosabb azonban, és a görögöknek megint egy vágyálmát testesíti meg, hogy a hajóik azok a gondolat sebességével tudnak szárnyalni, és mindig biztosan célba érnek. Odüsszeusz tehát egy ilyen faják hajóra helyezik fel, amely a gondolat sebességénél gyorsabban szárnyal, és biztosan célba ér, és valóban el is viszik Ithaka szigetére. Odüsszeusz, tehát ott kezdődik majd a kérőkkel való leszámolásnak a története. Látunk tehát az Odüsszeiában egy utópiát, egy igazi utópiát, amely a fajákok szigetéről szól. Lássuk azonban, hogy mi van még a tarsolyában Homérosznak. Homérosz megteszi azt is az Odüsszeiában, hogy egy ellenutópiát is felvonultat, és ez pedig nem más, mint a fajákok szigete. Hát gondolom a küklopszokról, aki hallott, az tudja, hogy a küklopszok emberevők voltak, ami bizony egy elég szörnyűséges szokás, és valójában a görögök számára rendkívül visszataszító, és a barbarizmusnak a legalsóbb fokát képviseli. Mit tudunk meg a küklopszok szigetéről? Először is a küklopsz név az egyszeműt jelent. Ezek Poszeidónnak az óriás gyermekei voltak, a küklopszok. Legismertebb közülük Polifémosz, messze híres vagy nagy hírű, ilyesmit jelent a Polifémosz név, és maga, ahogy mondtam, a küklopszok szigete az egy anti-utópia, vagyis olyan nem létező hely, ami nem egy tökéletes társadalmat mutat be, hanem annak az ellenkezőjét. Egy olyan társadalmat vetít elénk, amely a lehető legrosszabb. Nézzük meg, hogy a görögök szempontjából mi is az, ami a küklopszok szigetén a lehető legrosszabb. Hát az egyiket már láttuk, ez a kannibalizmus, az emberevés. Még egyszer mondom, hogy ennél barbárabb cselekedetet a görögök nem nagyon tudnak elképzelni. Aztán, ahogy Odüsszeusz találkozik Polifémosszal, és szépen lassan megismerkednek vele, hát ennek óriási ára van, mert ugye minden egyes alkalommal reggelire, ebédre és vacsorára megesz ez a Polifémosz egyet Odüsszeusz társai közül. Először is az, hogy nincsenek törvényeik. A küklopszok törvény nélküli társadalomban élnek, ők úgy gondolják, hogy minden, amit csak akarnak, bármit meg lehet nyugodtan tenni. Nem tisztelik az isteneket. Odüsszeusz Polifémosztól először is Zeuszra hivatkozva kér befogadást, vendégbarátságnak hívják ezt a görögök. Azt kéri Polifémosztól, hogy minket, szegény hajótörötteket fogadjatok be, lássatok el élelemmel. Szeretném elmondani, hogy ez alap volt a görög társadalomban, nem csak általában hajótöröttekkel, hanem bárki idegennel, hogy el kell őket látni, mert ennek a betartása, ez valójában Zeusz miatt van. Zeusznak volt egy neve, ez a Proxenios, aki az idegeneket védi. Polifémosz azonban kikéri magának, hogy őt Istenre, Zeuszra emlékeztetik, azt mondja, hogy mi nem törődünk az istenekkel, nincsenek törvényeink, azt csinálunk, amit akarunk. Na, tudjuk azt is, hogy nem művelik a földjeiket. Kizárólag kecskét tenyésztenek, és ennek a tejével élnek. El kell mondanom azt is, hogy a görögök számára ez is barbár dolog, hiszen a görögök szőlőművelők, és a szőlőből pedig bort készítenek. Tehát a civilizáció egyik fontos jele a görögöknél az, hogy valaki bort iszik. De itt látjuk azt, hogy még nem is hallottak szőlőről, nem is hallottak borról, és ez lesz majd ugye Odüsszeusznak az egyik menekülésnek az egyik útja, hogy leitatják Polifémoszt a magukkal hozott borral, és amikor a mámorában fekszik, akkor megvakítják, és mi alatt megvakítják Polifémoszt, tudnak kimenni a barlangjából úgy, hogy a juhok vagy kecskék hasa alá kötözik magukat, ahogy ezt már korábban láttuk egy vázaképen. Ugyancsak a barbarizmusba tartozik az, hogy barlangokban élnek, nincsenek házaik, nincsenek városaik, tehát ez valóban a görögök számára egy ellenutópia, és Odüsszeusz csak csellel tud megszabadulni innen a küklopszok földjéről.
Itt látható a görög művészetben is igen gyakran ábrázolják ezt a Polifémosz megvakítása témát, nagyon népszerű volt a görög vázafestészetben, és az utolsó képen pedig azt láthatjátok, ahogy Odüsszeuszék menekülnek a Küklopszok szigetéről, és a Polifémosz még a hang után gyorsan egy hatalmas követ bedob. És ezzel szeretném befejezni a mai előadást, hogy Odüsszeusz, ezt írja Homérosz, a hajóról, miközben menekül a Küklopszok szigetéről a megmaradt társakkal, még kicsúfolja Polifémoszt. Oda kiáltja neki a valódi nevét, ugyanis korábban nem mutatkozott be, hanem nagyon cselesen a Senki néven mutatkozik be Polifémosznak, aki mikor segítséget hív és megkérdezi a többi Küklopsz, hogy ki bántott téged, akkor azt válaszolja, hogy senki, senki, senki. Hát mondják, akkor jó, akkor maradj magadnak, hát akkor nem tudunk rajtad segíteni. Tehát ez a csel voltak éppen nagyon hozzájárult ahhoz, hogy valóban meg tudjanak szabadulni a görögök. És ebben a helyzetben, ebben a rendkívül veszélyeztetett helyzetben, még Odüsszeusz oda kiáltja neki, hogy én nem senki vagyok ám, hanem engem úgy hívnak, hogy Odüsszeusz, és ennek a hangnak utána dobja, hajítja a hajó felé azt a hatalmas nagy követ, ami majdnem a pusztulásokat okozza. Ez Odüsszeusznak a jelleméhez, karakteréhez tartozik szorosan, a kíváncsiság, az ember feletti kíváncsiság, és az ember feletti képesség arra, hogy másokat felbosszantson, akár még a saját kárára is, vagy a társainak a kárára is. Odüsszeusz jelleme tehát szintén egy rendkívül izgalmas kérdés, amellyel most nem volt időnk bővebben foglalkozni. Tehát ennek a mai előadásnak a fő témája a Fajákok országának és a Küklopszok szigetének az összehasonlítása volt. Köszönöm szépen a figyelmet!